Egy hírnek járunk utána, kicsit másfajta értelmezésben, de hát ez az a hír, ami annak örvén került napvilágra ismételten csak, hogy milyen kegyelmi kérvényt írt alá Novák Katalin. Vásárhelyi János, a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgatója, aki két különböző, de összefüggő bűncselekményben is elítéltként tölti a letöltendő éveket. Kegyelmi, hát ez nem is kegyelmi, igazából a harmadorásra vonatkozó kérelemmel fordult a bíróhoz, ugye a büntetés végrehajtásnak a szintén egy külön bírója, és hát ezt az ügyet próbálta a Válasz Online felderíteni, hogy hol tart és mi újság ezzel, és mi ezügyben hívtunk vendéget, Vajda János jogászt és pszichológust. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye itt Vásárhelyi János ügye egy meglehetősen bonyodalmas történet, két különböző ítélete van, az egyik a kényszerítésben K. Endre is érintett volt, a másik pedig az eredeti bűncselekmény, a pedofil bűncselekmények elkövetése. Így van. Ez a kiskorúak sérelmére elkövetett, tehát ugye hivatalosan ugye pedofil bűncselekmény a magyar jogban nincsen. Minek alapján dönti el a bíró most, hogy szabadlábra engedi-e két évvel, valamivel több mint két évvel az ítélete letöltése előtt Vásárhelyi Jánost? Hú, ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és egyből azt megemlíteném, hogy ugye itt egy feltételes szabadságra bocsátásról van szó. Ennek vannak objektív és vannak szubjektív feltételei. Az objektív feltétel az ugye csak annyit jelent, hogy egyáltalán feltételesen szabadságra bocsátható-e, illetve letöltötte-e már a büntetésnek a kétharmadát. Egyébként az ő esetében ez már, ha jól tudom, már tavaly megtörtént, és volt már egyébként egy BV bíróval egy ilyen feltételes szabadságra bocsátási ülése, akkor egyébként nemet mondott a BV bíró, de most ez újból ugye egy év elteltével megtörténik. Ez tehát az objektív feltétel. A szubjektív feltétel tekintetében pedig volt egy elég komoly paradigmaváltás. 2019 környékén a Kúriának egy joggyakorlat elemző csoportja megnézte azt, hogy pont amit ön is kérdezett, hogy pontosan mi alapján döntik el a BV bírók, hogy a feltételes szabadságra bocsátási iránti kérelemnek helyt adnak-e vagy nem. És azt tapasztalták meglepő módon, hogy nem teljesen egységes a gyakorlat. Vannak ugyanis olyan büntető vagy BV bírók, akik ilyenkor csak és kizárólag azt nézik meg, hogy valóban kifogástalan volt-e a magatartása a szabadságvesztés addigi végrehajtása alatt az elítéltnek, és vannak olyanok, akik viszont ezentúl megnézték azt is, hogy azért itt mégiscsak ugye eredetileg kiszabásra került egy komoly büntetés, aminek a végrehajtása lenne a cél, és azért ennek a büntetésnek a célja az az, hogy megelőzzük a további bűncselekmények elkövetését, és vannak olyan BV bírók, akik ezt is figyelembe vették, vagy adott esetben ennek akár még nagyobb hangsúlyt is, vagy nagyobb súlyt adtak ebben a kérdésben. Ez az addig jó, amíg bent van esete? Igen, egész pontosan erről van szó, és ez egyébként olyan méreteket öltött, hogy 2019 arra jutott a Kúriának ez a joggyakorlat elemző csoportja, hogy hát van is egy olyan jelenség, hogy börtönturizmus. A börtönturizmus arról szól, hogy hát egyrészt kicsit ilyen zuhanyhíradóként az elítéltek között, ugye van azért információarablás, ilyen anekdotikus alapon tudják, hogy melyek azok a BV intézetek, BV egységek, ahol mondjuk enyhébb a hozzáállás a feltételes szabadságra bocsátáshoz, és ezért nagyobb az esélye, hogyha ott vannak. Hogy mert ott hogy ez úgy zajlik, hogy egy intézetnek megvan a saját BV bírója? Így van, pontosan. És vannak bizonyos olyan egységek, amikről lehet tudni, hogy mondjuk, hogy akkor lehetett tudni, hogy 2019-ben hogy enyhébbek, ilyen statisztikai adatok alapján ezt meg lehet nézni. Persze óvatosan kell bánni az adatokkal, mert nem készült egy ilyen teljes átfogó kutatás, nagyon sokszor nem feltétlenül összevethetőek ezek a bűncselekmények, de azért vannak olyan kiugró adatok, amik arra mutatnak, hogy voltak azért komoly eltérések. Ilyenekre gondolok, hogy például lehetett tudni, hogy Kalocsán mondjuk az embereknek a 20%-a kapja meg a feltételes szabadságra bocsátást, de mondjuk a baracskai BV objektum, ahol főleg fogház fokozatban elítéltek voltak, ott meg mondjuk a 95%. Na de ez az eset, ez minden szempontból speciális. Maga a bűncselekmény, annak az elkövetési módja és a ítélet maga is eléggé különleges. Ehhez képest a körülmények, amikben ez az ítélet most meg kell majd, hogy szülessen, az is az. Egy ilyen társadalmi hangulat, egy ilyen társadalmi nyomás mennyire adhat egy bíróra? Egyértelműen adhat, és egyébként az külön még egy ilyen további réteget ad hozzá, hogy ahogy mondtam, feltételes szabadságra bocsátási ügyről van szó. Na, erről az intézményről tudni kell, hogy ez mindig is a társadalmi vitáknak a középpontjában áll, és mindig nagyon-nagyon ki van téve mondjuk úgy, hogy a társadalom rezdüléseinek, meg az igényeinek. Hát elég, hogyha visszagondolunk, talán még a nézők is emlékeznek rá, 2019 végén volt egy tragikus eset, a győri kettős gyilkosság, amikor egy feltételes szabadságra bocsátás alatt, tehát már feltételes szabadságra bocsátásra került
az elítélt követett el újabb bűncselekményeket. Na hát ez nyilván kiváltotta a társadalomnak a közfelháborodását, hogy hogyan járhatott egyáltalán közöttünk ez az ember, miért bocsátották őt feltételes szabadságra. Ha megnézzük az adatokat, egyébként pont a győri kettős gyilkosságtól kezdődően elkezdett egyébként szigorodni is a feltételes szabadságra bocsátás. A bírók. Így van, pontosan. Most ebben az esetben az, hogy K. Endre kegyelmi ügye itt van ennek az ítéletnek a nyakán. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte párban jár. Abszolút. Ez meghatározhatja az ítéletet magát? Persze, hogy meghatározhatja, és meg is fogja határozni. Tehát én nagyon őszintén csodálkoznék, hogyha lenne olyan BV-bíró, aki jelen helyzetben szabadlábra helyezné a biskei igazgatót, vagy ha ez meg is történne, akkor biztos, hogy benne, hogy mivel ezt ugye másodfokon egyébként ugyanannak a törvényszéknek egy BV tanácsa fogja elbírálni, akkor ezt szerintem hatályon kívül fogja. Viszont mondott jelzni. Egy nagyon fontos dolgot arról, hogy a bűnelkövetés ismétlődése az mennyire valószínű, és hogy ez egy nagyon fontos szempont egy ilyen döntésnél. Viszont a pedofil bűncselekményeknél, a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél mennyire gyakori a bűnismétlődés? Sajnálatos módon eléggé gyakori, ez általában igaz a nemi erkölcselleni bűncselekményekre. Nagyon nagy a visszaesésnek az aránya ezekben a helyzetekben. Még korábban egyébként, amikor kicsit a büntető politika ott 2010 környékén kereste magát, akkor például enyhébb volt a feltételes szabadságra bocsátásnak a gyakorlata, akkor kifejezetten az volt a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon sok volt a visszaesés, nagyon-nagyon sok volt a bűnismétlés, főleg nemi erkölcselleni bűncselekmények esetében is. Pedofilia esetében pedig, ahogy korábban itt a beszélgetés előtt röviden beszéltünk is róla, egy ilyen további réteget ad a dologhoz az, hogy a jelen állás szerint, a tudomány jelenlegi állása szerint nem nagyon lehet ugye kezelni, és eleve Magyarországon mondjuk az utógondozás, vagy mondjuk a büntetés végrehajtásra egy ilyen integráns rendszerben működő utógondozás, az nem igazán működik. Tehát az ő esetükben akár most, tehát hogyha mondjuk megkapná a feltételes szabadságra helyezést, akár később, de ez egy kezelendő probléma, ami sajnos nincsen kezelve. A pszichológus énjéhez fordulok, ez egy kényszeres cselekmény? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem ura magának az az ember, aki egy gyerekkel szemben követel szexuális erőszakot? Hát a tudománynak az egyik legnagyobb talánya ez, és ez folyamatosan kutatva, ahogy beszéltünk róla, itt még folyamatosan zajlanak a kutatások agyiképalkotó diagnosztikával és egyebekkel. Ez a legnagyobb kérdés, hogy egyáltalán egy ilyen spektrumként foghatjuk ezt fel, vannak olyanok, akik mondjuk kevésbé hajlamosak rá, genetikai hajlamosító tényezők más szempontok miatt, vagy akár kiskori történések miatt, és vannak, akik mondjuk jobban hajlamosak rá. Folyamatosan kutatva van, hogy mennyiben befolyásolja ez az ő szabad döntésüket. Tehát nyilván a jelen állás szerint Magyarországon ez egy kriminalizált cselekmény, de nem a betegség van kriminalizálva, ennek köszönhetően. Nem az elkövetés. Az elkövetés pontosan ennek köszönhetően, amikor tölti a szabadságvesztését, akkor annak nem is célja a gyógyítás, hanem annak a célja ugye a büntetésnek a megvalósítása. Egyébként ebben annyi pozitív fejlemény azért van Magyarországon, hogy ha jól tudom, egyébként pont a biskei igazgató is kérte az áthelyezését egy kifejezetten a nemi erkölcse elleni bűncselekményeket elkövető külön részlegre, ahol ha jól tudom, egyébként ilyen társadalomba visszaintegráló, kifejezetten nemi erkölcse elleni bűncselekményekre szabott ilyen reintegratív programokban vesznek részt, aminek minthogyha azért már úgy nyomaiban azért itt talán a gyógyítás is, vagy az utógondozás irányába terelgetés is a része lenne. De hogyha jól értem szavait, Vásári János esetében egyáltalán nem kell attól tartani, hogy visszakerül a társadalomba hamarabb, mint az ítélet kiszabott ideje. Őszintén megmondom, nagyon-nagyon meglennék lepve, már csak azért is egyébként, mert pont az ő esetében azt tudni kell, hogy ugye 2019-ben szabta ki rá, azt hiszem, a büntetést a székesfehérvári, özbüntetésbe foglaltad a büntetést a székesfehérvári törvényszék. 2021-ben, amikor ugye megtörtént ez a nagy gyermekvédelmi jogszabályalkotás, akkor kifejezetten bekerült egyébként a BTK-ba az, hogy nem lehet feltételes szabadságra bocsátani a nemi erkölcsi, kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcselni bűncselekményeknek az elkövetőit. Ő ebből kiesett, és emiatt a nulla pőne színe lévjelve miatt ő egyébként most még feltételesen szabadlábra bocsátható lenne, mármint hogy legalábbis a kérdéstől fel lehet tenni. De azért ez a változás is a jogszabályokban jelzi azt a mondjuk azt, hogy társadalmi értékítéletet, vagy akár ilyen társadalmi közmegegyezést, hogy azért mit gondolunk mondjuk a pedofil bűnelkövetőkről, és ebben az értelemben a bíró azért a társadalmi értékítéletét is ki kell, hogy fejezze akár az ítéletében, tehát a jelen helyzetben én őszintén megmondom, elképzelhetetlennek tartanám, hogy ettől mondjuk el tudna szakadni. Ez a társadalmi értékítélet pedig most olyan hangosan nyilvánul meg, hogy nyilvánvalóan elmegy az ő füléig is ennek a hangja. Vajda János, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.